Ciao bella mozzarella! Elérkezett ez a pillanat is! 40 ezeren lettünk itt YouTube-on. Ezúton is köszönöm nektek, hogy itt vagytok és nézitek a videóimat. Nagyon hálás vagyok értetek, és külön szeretném kiemelni azokat, akik nap mint nap kommentelnek. Öröm olvasni ezeket, és mindig felvidítjátok a napomat. Itt az ideje hát, hogy ünnepeljünk, és a mai naptól kezdetét vette a nyeremény hét. Ami pedig azt jelenti, hogy 5 napon keresztül minden nap lesz egy videó, és benne egy nyereményjáték. De mielőtt mutatnám a nyereményt, és azt, hogyan tudjátok megnyerni, szeretnék megosztani veletek még valamit. A mai nappal egy csúcs szuper funkcióval bővítettem a YouTube csatornám, amivel rengeteg exkluzív tartalmat tudok nektek készíteni. Mostantól a teljesen ingyenes feliratkozás mellett egy privát csatornához is tudtok csatlakozni, ahol minden új videót hamarabb tudtok megtekinteni, mint mások. Korábban tudtok kommentelni is, amire azonnal válaszolok. Élő bejelentkezések csak nektek, amiben beszélgetünk, örmöt festünk, és felteltitek a kérdéseiteket bármely témában. Csak ezen a privát csatornán megjelenő tartalmak és extra nyereményjátékok a tagok számára. A csak tagoknak készült szavazások során pedig megszavazhatjátok, hogy milyen YouTube tartalmakat forgassak. Ha csatlakozol, akkor különleges jelvényt kapsz, amely megjelenik majd a felhasználó neved mellett. Ha szereted a tartalmaimat és nem akarsz lemaradni semmiről sem, akkor csatlakozz a privát csatornához. És akkor térjünk is át a mai videónak a témájára, és úgy döntöttem, hogy a nyeremény játékos csomagot azt a videó végén bontom ki, és ott mondtam el majd, hogyan tudtok jelentkezni rá. Az első PR csomag, amit ki fogok bontani, az egy ilyen gyönyörűséges szívecske dobozban van. A PR csomag egyébként azt jelenti, hogy a márkák küldenek nekem ajándékot. Ők általában olyan márkák, akikkel együtt szoktam dolgozni, szóval van, hogy videós tartalmat készítek nekik, és ez pedig egyfajta ilyen köszönő ajándék. Szerintem egy szuper lehetőséget ad arra, hogy nyereményjátékokba kisorsoljak a dolgokat, mert általában nagyon sok mindent küldenek. Mindjárt fogok mutatni egy példát. Ezt a csomagot egyébként már kibontottam egy ilyen unboxing jellegű videóba TikTokon, de azért itt is megmutatom, hogy mi található benne, illetve hogy néz ki egy ilyen... Na... Hát nagyon szép. Tetejére kihaláztam az összeset. Ebben Miss Sportis körömlakkok és rúzsok találhatóak meg. Ezek az új kollekciós színű rúzsaik. Egyébként a Miss Sportnak a körömlakjait én nagyon szeretem, mert nagyon gyorsan száradnak. Árérték arányba hát nagyon jó. Ezek közül 4 darab körömlakot és egy rúst tervezek kisorsolni. Lehet, hogy már kiment ez a tartalom, vagy TikTokra, vagy Instagramra, nem tudom pontosan. Egyébként a rúzs, amit választottam, az egy ilyen szilvás árnyalat. Ilyenem nincs is, de úgy gondoltam, hogy inkább nyerje meg közületek valaki, vagy hát aki részt vesz a nyereményjátékba. Na és a többi rúst azt megtartom magamnak. Ez például egy nagyon-nagyon szép nudos árnyalat. Ez lett az egyik kedvencem. Ez a... ideírom. Ez egy silk nude, olyan sötét szájszínű. És van itt egy piros, sötét piros. Ez is nagyon szép. Egy körömlakot, ezt a cseresznyepirosat megtartom magamnak, mert ebből én is most kifogytam. Következő ajándékcsomag a Rimmel Londontól érkezett hozzám, és brutálisan nehéz, és képzeljétek el, hogy ez tele van sminkekkel. Valami gyönyörűséges ez a doboz, nézzétek meg, milyen szép! Amúgy ez egy ilyen keverőpult, tudjátok, amin a DJ-k szokták keverni a zenéket. Wow! A Rimmel London legújabb kollekciós Lasting Finish 35 órás óráig tartó alapozója található még itt az összes színben, ami csak kapható. És én szintén álva hajam, hát ez kitépte, szintén egy ilyen unboxing, first impression videóba kipróbáltam az alapozót, illetve a matt rúzsokat, ugyanis itt a másik oldalon az új matt rúzsok találhatóak, illetve a nagy sláger,
a Wonder Volume Thrill Seeker ultra fekete színű, mi az már? Szempilla spirálja. Ultra fekete szín, ultra dúsítás, ultra hosszúság, ultra tartóság, ultra szétválasztás. A TikTokre 93%-a megerősíti, hogy a Thrill Seeker Pitch Black szempilla spirál a legjobb szempilla spirál a parti megjelenés eléréséhez. Ja. Egyébként ez van most rajtam, mert ugye kipróbáltam egy ilyen first impression videóba, itt meg tudjátok nézni, szerintem már fel van töltve a csatornára. A rimmeles alapozót szerintem már próbáltam, és azt nagyon szerettem, talán pont most használtam el. Ez még annál is jobb, szerintem. Most is ez van rajtam, és valahogy teljes mértékben eltaláltam a színemet ezzel a soft bézzel. Az ajakrúzsok. Azt hiszem, mindjárt mutatom, melyiket viselem. Igen, ezt viselem. A Rose and Shine. Na jó, ez lett a kedvenc. Ténylegesen nem szárítja a szájat, olyan, mintha rajta se lenne. Érdekes, de tényleg így van. Nagyon szép színek vannak még itt. Ebből is lesz egy nyereményjáték Instagramon. Szerintem az már kint van, úgyhogy mindenképpen csekkoljátok le az Instagramon. Az Instagram oldalamat is, ott szokott a legtöbb nyereményjáték lenni, mert a nyerteseket értesíteni ott a legegyszerűbb, mert ugye tudunk üzenetet küldeni, és ja. Ugye mondanom sem kell, hogy ezekre a PR csomagokra nem számítok, szóval a márkák nem kérdezik meg előtte, hogy elküldhetik-e már, hanem csönget a postás, hoz egy csomagot, mondom, ah, mi ez? Kinyitom, és azt a... Mindig nagy meglepetések szoktak érni, viszont az Oaklin márka előre megkeresett, és megkérdezte, hogy elküldhetje ti az elektromos fogkeféjét. Én pedig visszajöttem nekik, hogy a persze, szívesen kipróbálnám, és választottam is színt, egy ilyen csodaszép rózsaszínbe kértem, és ezt még nem próbáltam ki. Igen, már karácsony előtt megérkezett a csomag, de még hát nem tudom, hogy mindig elmaradt. Látszik, hogy nem vagyok hozzászokva az elektromos fogkeféhez. Nagyon kicsi voltam, amikor nekem volt ilyenem. Oaklin X-Pro Digital Sonic Electric Toothbrush. Van hozzá egy telefonos alkalmazás, hát én ilyenről még nem hallottam, de szerintem csak le vagyok maradva. Van benne itt rögtön az elején egy ilyen használati utasítás, amit majd elolvasunk. És íme itt van a toothbrushunk, és van hozzá egy pótve is, aminek kifejezetten örülök. Tök jó, van hozzá egy falra szerelhető tartó, ezt majd videóban megmutatom, felszerelem. Ezt most be sem tudom kapcsolni, mert lemerült, bár amikor megkaptam, akkor működött, és tök menően világított itt az elején. Letöltöm az alkalmazást, és megmutatom nektek egy ilyen kis bevágott videóba. A következő csomag valamilyen ruhamárkától érkezett, már nem is emlékszem, és ezt nem is bontottam ki, csak meglestem, hogy mi van benne. De ebben még van valami. Jó a színe! Ez annyira tavaszi. Megvan a márka, Silver Wind, vagy Wind. Ez egy ilyen kék színű melegítő nadrág, és pont ugyanilyen van rajtam, csak ilyen bézses színűbe, hát lerohad már rólam, olyan sokszor hordom. Viszont ez tök jó, mert kicsit vékonyabb az anyaga, mint ez a másik, ami rajtam van. A színe pedig nagyon tavaszias. Ilyen az alja, nagyon szeretem az ilyeneket. Itt jelzi nekünk a csomagoláson, hogy minden újrahasznosított, komposztálható. Most lebuktam, hogy ezt is régóta őrizgetem, és konkrétan ki sem bontottam. Ez még egy téli kollekciós sportszet, vagy jogaszet, nem tudom ezt hogy hívják, de annyira aranyosan becsomagolták, hogy nagyon menő. Sportmelltartó része. Vagy van ez? Ja, ilyen keresztezett. De jó, ilyen kis hálós a háta. Nagyon minőségi az anyaga, és annyira aranyos rajta a minta, bár ez hát nem is amúgy, ja de karácsony, mert ott van rajta ez a magyar, vagy micsoda, meg a kis szarvasok. Ez nagyon aranyos.
És akkor a másik ugye az nyilván a kis leggings. Hát ez nagyon aranyos. Ó, el is feledkeztem róla, hogy van még itt egy szett. És egy kis prospektus. Hú, de menő. Aha. Ez a szín, ez a lila, ez szintén nekem nagyon-nagyon tavaszias. Ez tök jó, mert ezt fogom most tudni hordani. Mint ilyen csavart elől. A nadrág része pedig, pillanat, az pedig, de jó ez is. Ennek is magasított a dereka. És biztos vagyok benne, hogy nem látszik át, mert azért ez elég gáz lenne. Nem látszik át. Ez rohadt jó. Oké. Köszönöm szépen, Silver Wind vagy Wind. És ha már ruha, akkor következő is valami hasonló lesz. Ebbe is kettő van. Ide írom a márkát, ami itt is látható. Ez a Shopperks. Szerintem ezt Amazonon tudjátok megvásárolni, hogyha keresnétek, vagy szeretnétek. Ezek alsó... Hogy hát ezt magyarul? Vadi. És ilyen alsó ruha. Ki tudom? Ez egy fekete színű, nyilván azt is látjátok, rövid ujjas body. Wow! Szóval ez tudja, hogy így összetartja az embert. Erre lehet öltözködni, így rétegezni még ebben az időben. A másik szerintem ugyanez, csak más színbe. Ó, ne már, ez hosszú, jó. Hát ez milyen menő már? Nem erőlt a kamerám. Folytassuk. Ez egy hosszú, jó bízs. Hosszú, jó body. Sose volt még ilyenem. Talán az egyik legizgalmasabb csomag az a BTL Boxtól érkezett, már mi számotokra a legérdekesebb, ugyanis az első nyereményjáték a csatorna tagok között azok a felragaszthatós körnök lesznek. Spoiler! Ez a csomag is tele van felragaszthatós körmökkel, tudjátok, ezek a Gill Press-on nails-ek angolul. Magyarul felragaszthatós köröm. Ezeket én választottam az oldalról, szóval az én stílusomat tükrözik. Mutatom a kedvenceimet, az egyik ez a banános, ami szerintem nagyon kis vidám. Ez nagyon-nagyon tetszik, ezek az ilyen rózsaszín végek. Nem tudom, hogy így mennyire látszik. Francia körmökből is van itt többféle, van ilyen Hailey Bieberes, krómos, meg hagyományos francia. Vannak ilyen visszafogott csillogósak, amúgy a legtöbb az ilyen kis rövidebb köröm. Van itt még egy ilyen bocis, ami egy ilyen extrásabb, gondoltam. Legyen akkor már valami extra is. Szóval, ha szeretnétek felragaszthatós műkörmöt nyerni, akkor legyetek csatornatagok, ugyanis márciustól oda fog kikerülni egy nyereményjáték, amiben egy személy 3 darab felragaszthatós körmöt nyerhet meg, és ő választhatja ki ezek közül, hogy melyik 3-at. Úgyhogy, ha másért nem, akkor ezért érdemes a privát csatornához csatlakozni. És többen kérdeztétek, hogy hol szoktam venni a felragaszthatós körmöket. BT Art Box a márka, és az oldalnak a neve is. Több felragaszthatós körmöt próbáltam már, és ez vált be a legjobban. A kis öntapadó matricái nagyon sokáig bírják, kifejezetten nehéz leszedni, úgyhogy ha tényleg helyesen rakod fel őket, viszont arra gondoltam, hogy majd lesz egy külön videó is így a felragaszthatós körmökről, ahol összeszedek minden információt a körmökről, a felrakásokról, az eltávolításukról, a tartóságukról, stb. Egy ilyen videóval mindenképpen fogok érkezni a jövőben. Amúgy nem tudom, miért gesztikulálok ennyire a kezeimmel. Elfelejtettem, itt van még egy ilyen kis Sharpex termék, vagyis Shopperx, bocsánat. De jó színe van. Ez inkább már egy ilyen kis fehér nemű body, ezt nem fogom megmutatni felvéve, de ennek is jó. És ha már alakformáló
fehér neműkről, ruhákról, bodykról van szó, akkor szeretném bemutatni nektek a Lelosinak az újfajta alakformáló ruháit. A Lelosi az a márka, akikkel több mint fél éve dolgozok együtt, és készítek nekik tartalmakat, és hát elképesztő módon megszerettem a ruháikat. Nagyon-nagyon jó anyaggal dolgoznak. Ők fejlesztettek ki egy nagyon kellemes tapintású és ugyanakkor strapabíró anyagot. A leggingseiket imádom. Most ugye volt alkalmam kipróbálni az alakformáló ruháikat. Az első termék, amit választottam, az ez a trikó. Ez ugye nem PR csomag, hanem együttműködés, viszont ezt a videót nem támogat. Csak akartam nektek mutatni, mert tényleg nagyon jó termékek. Inkább ezt ajánlom, mint az előbbi, nem is tudom, amazonos márkát, mert ahhoz nehéz is hozzájutni, itt pedig szállítanak Magyarországra nagyon olcsón és gyorsan. Szóval ez egy alakformáló trikó, és nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy hát szükségem van erre, mert nem is tudom. Ez egy tipikus olyan termék, ami nincs neked, addig nem érzed, hogy szükséged lenne. Imádom, és főleg még ebben az átmeneti időszakban nagyon jól helyén tartja a dolgokat. Úgy érzem, hogy karcsús is, ami a kedvencem benne, hogy ugye mivel ez egy nagyon rugalmas anyag, van az alján egy ilyen rész, ami ilyen gumírozott, és oda tapad a bőrhöz, szóval nem csúszik fel. Ami szerintem egy hatalmas pluszpont az ilyen jellegű ruhadaraboknál. Ehhez rendeltem egy alsó nemű nadrágot, ami így elsőre eléggé furcsán hangzik, de hogy ez egyben egy alsó neműnek is megfelelő nadrág, szintén ilyen kis popsi formáló és alakformáló, elég jól karcsúsítja a derekat. Meg is van gumírozott része, ez pedig ugye nem csúszik le. Az utóbbi időben tényleg nagyon sok csomagot kaptam a márkáktól, amiért borzasztóan hálás vagyok, és értetek is, hogy itt vagytok, hiszen nélkületek ez nem jöhetett volna létre. Szerintem minden hónapban tudnék csinálni egy ilyen videót. Na de akkor még megmutatom azt, ami most így hirtelen eszembe jutott. Ezt már megmutattam nektek egy kicsomagolós TikTok videóba, viszont az elég kevesetekhez jutott el valamiért. Ott csak kicsomagoltam és megmutattam, hogy mi van ebben a dobozban, viszont szerettem volna néhány szót is mondani róla, mert hogy szerintem ez megérdemli, hogy ne csak egy helyen jelenjen meg. Igen, ez egy cicamica. Na gyere ki innen te. Szóval hadd mutassam be nektek. Hát még igazából nincs neki neve, szóval gondoljátok, akkor írjatok névváltozatokat, neveket. De hadd mutassam be nektek ezt a kis életű, nagyságú és kinézetű cicát, ami egyébként egy cica plüss hátizsákként is funkcionálhat. Van hozzá lecsatolható, felcsatolható ki pántocska. Meg van rajta egy cipzár, szóval lehet bele pakolni is dolgokat, bár kicsit morbid. Amúgy nagyon-nagyon puha, szóval nem volt nekem még ilyen puha kis állatkám. És azt tetszik még benne, mármint a márkában, hogy személyre szabott... még a végén kiderül, hogy allergiás vagyok a moskaszőrre. Személyre szabott plüss állatokat készítenek. Küldesz egy képet a kisállatodról, és ők csinálnak egy életű mást. Életű macska mást. Vagy kutya mást. És itt van border collie is, ami nagyon cuki. Azt hiszem, ezt Amazonon találjátok meg ezt a márkát, viszont ezt csak ajánlani tudom, mert nagyon minőségi maga a termék, és kaptunk még cica fésűt is. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, ne felejtsetek el játszani. A játék! Még csak most jön a nyereményjáték. Valahogy mindig elfeledkezek a lényegről, és ezt a videót amúgy kifejezetten rövidre szerettem volna, de én egyszer leülök hosszú YouTube videót felvenni, akkor az tényleg hosszú lesz. Szóval a Hey Happiness márka keresett meg engem, hogy küldenének PR csomagot, viszont annyira megtetszett az oldaluk, hogy még pluszban is adtam le rendelést, ami nagyon izgalmas, hogy zsákba macska ékszereket is rendeltem, szóval ilyen kis dobozokban érkeztek ide.
az ékszerek, nem tudom, hogy mi van bennük. Legalábbis a legtöbben nem tudom. A márka amúgy a Hey Happiness, és a legtöbb ékszerük ezüstből készül és aranyozott. Ezek a fürdésnél sem kopnak le. Először azokat fogom megmutatni, amit én választottam magamnak az oldalról. Amúgy nagyon szép maga a csomagolás, és minden egyes ékszer egy ilyen csodás szép dobozkában érkezik. Igen, ez pont az egyik kedvencem. Jelen volt régen, amit talán a Shinről, vagy még az eBay-ről rendeltem magamnak, viszont hát az néhány viselés után teljesen tönkrement. Ez ilyen choker nyaklánc-szerűség, lehet így hordani, de lehet lejjebb is engedni. Ez nagyon szép, úgyhogy ezt biztos, hogy sűrűn fogom hordani. Itt van még egy ilyen nagy. Igen, ezt magamnak választottam, és ez annyira tetszik, hogy nagyon. Ez nagyon tetszik. Tudjátok, a gémkapocs, vagy nem gémkapocs, biztosítótű? Na jó, hát most nem tudom, hogy milyennek a neve. Ezt szerintem most kisebb csomagolom. Akkor jöjjenek a kis zsákbamacskák, amikről nem tudom, hogy mi lehet benne. Lehet fülbevaló, karkötő, nyaklánc. De hogy ezen belül micsoda, azt nem tudom. Nem, ez mennyire aranyos. Ez egy ilyen smiley alakú. Egyébként ezt láttam az oldalon, és én is gondolkoztam rajta, hogy ezt megrendelem. De mennyire jó. És ez egy karkötő, igen, az nagyon aranyos. Na jó, ezt biztos, hogy megtartom, bocsi. Következő zsákba macska. Hát ez, szerintem ez is egy karkötő. Igen, annak nekem tetszik, mert teljesen ilyen minimalista. Ugye legtöbbször ehhez van kedvem, ja. És tök jó, mert lehet rá mondjuk rakni csármokat is. Nem rossz az ilyen, ezt most felhúzom, és mondjuk ez nagy. Ja, de lehet kisebbre venni. Ezen amúgy rajta van, hogy micsoda, pedig ez tuti, hogy én ilyet nem rendeltem. Fülbevaló, de ezért megmutatom. Na. Hey no, ez ilyen kis cuki pálmafás. Akinek nem bírja a füle a bizsút, annak tök jó lesz. Ezért tudtok jelentkezni. Összeállt a nyeremény pap, akinek a tartalma 3 darab zsákbamacska ékszer. Az egyikben egyébként egy nyaklánc van, a másikban egy karkötő, a harmadikban pedig egy fülbevaló, illetve plusz hozzá csapom ezt a másik fülbevalót, mert nekem nincs kiukasztva a fülem. Szóval összesen 4 darab ékszert tud megnyerni egy szerencsés nyertes, aki megnyeri, és mondjuk nincs kiukasztva a füle, az ugye elajándékozhatja azt a 2 fülbevalót, szóval nyugodtan játszatok akkor is, hogyha nektek mondjuk valamelyikre nincs szükségetek. Amit kell tennetek, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, lájkoljátok ezt a videót, és kommentben írjatok egy tetszőleges smiley-t. Bármilyen smiley lehet. Igazából nem is ez a lényeg, hogy mit írtok, bármi lehet az. Viszont fontos, hogy írjatok egy elérhetőséget is, hogyha tehetitek, például e-mail címet, vagy Instagram nevet. Erre azért van szükség, mert ugye a kommentek alapján fogok sorsolni, és aki megnyeri, azt tudom majd utána értesíteni e-mailbe, vagy Instagram üzenetben, mert nem mindig kap az illető értesítőt, hogyha a kommentjére válaszolok. Kerüljük el azt, hogy esetleg nem értesül az illető arról, hogy nyert. Ennek a legjobb módja, hogyha tényleg írtok valami pluszt, ahol el tudlak titeket érni. Holnap egy új videóval és nyereményjátékkal várlak titeket a csatornámon. Érdemes figyelni a YouTube shortsaimat, rövid videóimat is. A többi nyereményjátékra nagy valószínűséggel azok alatt fogtok tudni jelentkezni. Találkozunk holnap, sziasztok!